Sziasztok, Pfizer vagyok, és ez egy újabb TV Time-os videó, annak ellenére, hogy még az előzőt sem raktam föl, hát szóval azt felrakom a háttérprofilomra. A mai műsorban a Tiankov TV nevezetű bolgár népzenei csatornát fogom nézni, egy olyan vendégszereplővel, akit már elég régóta nem hallhattatok, de gondoltam arra, hogy mit szólnátok ahhoz, hogyha így összehoznánk valamit közösen új fent. Sziasztok, én Laci87 vagyok, és igen, a Tiankov TV-s videót már régóta meg akartam csinálni, mert ugye ezt a csatornát egy 2000, mikor is, 9-ben ismertem meg, amikor is lett nekünk ilyen műholdas digi TV-nk, és akkor még nem volt ugye frissítve a szoftvere. És tehát a szabadon fókadó csatornák is bejöttek, és így megláttam, hogy ez meg mi a tököm. És így egy fél napon keresztül néztem, és csak röhögtem rajta. Hát nyilván azért, mert ez a fajta népzene számunkra picit szokatlan. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint a Nóta meg a Mulatós szívét, mert mondjuk nem, ez nem autentikus bolgár népzene, mert vannak benne bőven gépi hangszerek. De sajnos ez a tévéműholdon nem elérhető, mert ugye volt a Tor 6-on, 2010. szeptember 30-ig, utána pedig az Intelsat 12-n, tavaly szeptember 20-án tűnt el, és csak neten lehet nézni. Ilyen fixes elosztással lehet kérhető a kábel tévéknek, tehát ilyen szerverek közötti szélessávú megosztással. És fel fog olvasni a szám címét, de úgy, hogy nem tudjuk a Cyril betűket olvasni. Tudtél valakiben fog szólni, de hát Istenem. Ennek a videónak hát nem az a lényeg, el komoly legyen. A Kádár rendszerben volt kötelező nyelv az orosz manapsága. Sláger nyelvek angol, német, olasz, francia, spanyol. Kínai. Meg természetesen az orosz is még sláger nyelv, de... Meg a kínai. Annyira... Meg a kínai. Hát mondjuk, hogy... Én játszol, melyik piatt van. Na, most közben azt vettem észre, hogy néha meg halk vagy. Tehát most az előbb itt, amit mondtál, azt nem lehetett szinte hallani. Jó. Ó, more. Na most jó. Be kell a dolgicit mégiscsak kapcsolni, hát... Jó, pillanat. Na most bekapcsoltam az dolgicit. Most biztos jó lesz. Biztos jó lesz, az csak halkos leszel. Fuck! Mindegy, megoldjuk. Na. Akkor kikapcsolom, aztán közelebb teszem a mikrofont. Jó van. Most jó. Közben kérdezd már rá Korpiátra, hogy nem akar el bejönni. Nem mindjárt, csak így fél kezem van. Yeah. Mit csinálsz a másik kezeddel? Fú, te pervers. Fogom a mikrofont a kezembe, kérdezz. Ilyen 168 cm. Mi? 39... Most ez valami társkereső, hogy 39 éves 46 kg? Vagy... Ezt még meg tudom érteni, mert az a derékszögű betű a K mellett, az szerintem még az a Cyril G akar lenni, de... What? Ugye most nekem beakadt, mert Villonet ugye... Ami az, mindig ugyanaz a nőcike táncol, ott van valami... Amó hallja, igen. Most nekem csúszik a kurva anyját, milyen Villonetnek. Az bossza be, hogyha... Bocsánat, hogyha ezt kábelen adnák nekünk. Nem a hajsz, hogy pocik. Ja, hát de nincs sajnos. Levették műholdról is. Biztos nem vettük ez a... Figyelj még a PAL 6 autóba, tudod, FNAMOMA vagy mi ez? Szerintem ez egy társkereső szolgáltatás, amit itt alul írnak. Na, nagyon úgy tűnik. Nagyon úgy tűnik. Jézusom. Ezen a csatornán társkereső, amúgy Korpiát azt mondja, hogy tömi a pofájába joghurtot és jó szórakozást kíván. Jó itt vágyat neki. De most gondoljatok bele, ezen a csatornán társkeres, hogy megy ez a bolgár ilyen elektronikus népzenet. Aztán
a Mari néni keresi kapával ismerősét, aki összegere bírni neki a szalmáját. Hát én ezen a csatornán csak ezt tudom elképzelni. Lehet egy picit beszűkült a gondolkodásom, de... Szerintem ne népzenének, nem ezzük, amit itt adnak, hanem... etnikus zenének. Szerintem ez még így egy korrekt... World music-nak inkább, tehát ha már ilyen... Nagyon ilyen könnyű zenei szakkifejezéseket akarunk használni. Végül is, ja. Azt, de egész nyugtató ez a szám. Klipek basszus. Azért nézd a klippet, így fetreng a fűben, meg így simogat valami virágot. De egész nyugtató ez a szám. Én ezt elismerem. Ja, mint a Ducky téma Bebet TV-n. Ne, most ne emlékeztes engem arra, hogy egyik éjszaka azt kellett látnom, amikor még rohadt meleg volt múlt héten, hogy egy fekete forgó zongora volt a témája az egyiknek. Egy fekete forgó zongora, ami ráadásul képkockákig kimaradt néha, tehát így eltűnt. Ezt nem fogom elfelejteni, tényleg. Meg... Amúgy ezen a King of Soton néztem ezeket a műholdert, és őket ki van vágva egy... Ki van vágva egy? Egy csak anyám közbe pofázott, és kinyomtam a mikrofont, mert... Szia, fiam, elmegyek itt hangon. Majd még egyszer fog jönni. Tehát, hogy a Tiankov TV-ből ki van vágva egy részlet, még a régi logóval, ahol egy nő így vicsorít, meg egy férfi sárga milyen ingben oboázik. Nem félre érteni. Hangszerre játszik. Most mezitláb... Basz. Értem én, hogy ez a száművész akar lenni, elismerem, mert szerintem az is, de nem értem a lényegét. Az a baj. Ez valami szerelmes szám akar lenni, mert... Biztos vagyok benne. A klip motivumaiból ítélve szerintem igen, de... Nem tudom most így hitel megérteni, pedig ma majdnem reggel 8 óra van. Egyedül vagyok itthon, ez is milyen ritka. És mindig azt nézem, hogy ott alul megy valamilyen telefonszám, mondom, az ott egy kód akar lenni, egy mindegyik személyhez fűződő kód. De nem. Most mi az 45? Szerintem az a Cyril G betű, ami ott a 45-ös mellett volt. Nem, mi 45 gram? Közben vége ennek a... Vannak olyan nézőim, akik tudnak Cyril betűket olvasni. Sőt, van is egy olyan köztük, akinek az egyik szülője orosz. Tehát ő tudja, fog szólni ezért, de ez van. Nem tudok Cyril betűket. Úristen. Ez egyre jobb. Erre adok hangerőt. Egy picit. Nem, de még az is lehet, hogy érti, mert sok különbség nincs a két nyelv között. Ahogy hallom. Viszont ez a táncmozdulat, már csak a háromszög tánc kéne ide. Hát az magyar, hát az hungarikum tényleg. Azt nem tudom, az videóban nem is meséltem, amikor mentem föl a Railjet-tel Pestre, hogy a Dávid Sanyika az ott ült az egyik kocsiban, a Railjet-en. És ott volt mellette valami nő, meg ott szembe ült fel egy ilyen csicska. Jönnek akkora, így annyira meg van belesedve az az ember, hogy már nem biztos, hogy tudna háromszög táncot csinálni. Hát ugye nincs a Budapest TV, nem tudja lemozogni. Aztán picit elhízott szegényem. Hát igen. De aztán most ezt ki kellett mondani, hogy á, jó napot mű, oda mentem, a jó napot művész úr, kifejezetten tetszik a háromszög tánc, amennyire arrogáns. Tűnt az az ember, amikor tehát néztem egy YouTube-os videót, amikor fönt vagy adáson kívül így a hangmérnökkel meg a szerkesztővel veszekszik, hát szerintem mondta volna, hogy kikérem magamra ezt a bunkó és alapári megjegyzést,
hogy a háromszög tánc az igenis az én művészetem. Most aztán az lett volna nekem erről válaszom, hogy haza művészet, hogy midi számokat Fruity Loops-val, tehát hogy midi fájloknak Fruity Loops-ba kicseréljük a hangsávot, hogy én alapértelmezett default valamire, és arra ráénekünk, vagy nem is cseréljük ki, és midi alapokra ráénekünk, az aztán művészet tényleg. Ráadásul playbackben. Hát azt csináltam. Ráadásul playbackben. Igen, playbackelt. Ezt azért tegyük hozzá, mert ez nem elhanyagolható tény. Nem értem, hogy az énekesnő az miért nem mozog egy kicsit többet? Nincsen hely körülötte, vagy mi? De amúgy ennek, hát, ennek a számnak a hangzása az viszont tetszetős, azt elismerem. Hm? Igen, mondjuk a... Nem is tudom, a szláv néptánc az annyira nem mozgós, az... Az ilyen picit... komódusabb, kimértebb. Így nagyon kevés olyan elem van benne, ami mozgalmasabb. Legalább, én legalábbis így tudom, de... Biztos vannak néptáncosok is, akik ezt nálam jobban tudják a nézők között. Hát de Dávid Sándorhoz képest szinte egy helyben áll, nem? Igen, hát egy helyben áll, csak egy mozog egyet balra, egyet jobbra. De legalább ténylegesen énekel, és ez szerintem egész korrekt. Mondjuk a klip maga, mármint így a megszerkesztettség, az eléggé ilyen minimalisztikus költségvetésű, de hát itt nem is az a lényeg. Hát nézzét egy tiningarokiraklipet, ha megnézel. Itt azért baki volt, hogy olyan kameraállást mutattak, hogy nem pont a kamerába nézett. Ez olyan, mint hogyha a kamera fölé nézne. Ez direkt van? Vagy olvassó szöveget, vagy direkt, nem tudom. Ennyi volt? Mi ez? Reklám lesz, ugye? Hát ez nem igaz. Milyen reklám? Na, ezt nézzük, gyerekek. Nikoga ne je късно за любов и приятелство. Чувствате се самотни, а не трябва. Обадете ни се на номер 0906. Не, мегит е за телефон сам. SMS. Küldjön SMS-t 991 953-ra, hajd akkor évezni. Ez szerintem tényleg társkereső. Most komolyan, ezt reklámozzák külön? Ennyi volt a reklám. Én nem. Jó vagy. Tianco Music. Van pay-per-view szolgáltatásuk? A tocske a bolgár nyelven a pont, a tocske. Jézusom. Most komolyan van pay-per-view szolgáltatás? Atya úr. Ez ezek szerint igen. Atya úristen. Na ennyi volt a reklám, most van vége. Tehát akkor saját magukat reklámozták, értem. Nincsen reklámozójuk, tehát nincsen kereslet. Hát, igen, nincs hirdető. Valószínűleg ezért kerültek le műholdról, szerintem, mert nem volt hirdető. Ránéztem erre az illetőre, és az jutott eszembe, hogy ez Lagzi Lajcsi és Alekosz keveréke. Igen. És közben folytatódik a társkereső műsor. 51. Miközben a bácsik a birkákat simogat. Szerintem az 51 év, 160 centi, 58 kiló. Tényleg az lehetséges. Az még reális is, tehát... És ott 55 hát évig keres valakit. A csatornának a célcsoportja az ugye valószínűleg a 45 év felettiek. Eléggé ázsiai hangzása van ennek a számnak, ahogy így hajlítja a hangját. Sőt, inkább arab, ez inkább arab. Ez közel-kelet. Nem
meg, ott szokott ez gyakori lenni. A Tiankov TV Topolovóban van ez a Plovdiv régiót, írja itt a linksot, adressz. Ez a Kaloyan Strasse, vagy Street 59-ben van. Tiankov komplexum, tehát ez egy ilyen, lett ilyen irodaházuk van ezeknek ezek szerint. De Bulgáriában is ő a szatelithez azt írja, hogy műholdon jelenleg nem elérhető. Vagy műholdas adatok, információk nem elérhetőek. Közben megint simogatja Birgit, ugyanaz a bejátszás egyébként, mint ami az előbb volt. Hát biztos Feri akar lenni ott. A Feriből kinézzük. Nagy hiány volt, amikor a nagymamám igen észrevettem, hogy ez már nincsen. Viszont van az a Minele vagy Milene TV, az is azt hiszem bulgár talán. Azon viszont ilyen olyan, hát az viszont tényleg jobban hasonlít a Nóta meg a Muzsika TV-re. Lehet az lesz a következő, ha van a test streamje. Eléggé minimális hangzás van ennek a számnak, ahogy így hallgatom. Hát ez egy szintivel megvonulva. Tehát egy ilyen lead paddel, vagy micsodával. Furcsa tényleg az, hogy ugye ez egy bolgár csatorna, és ez eléggé egy ilyen arab hangzású számnak tűnik. Ez nekem is furcsa tényleg. Tehát most, hogy ez vagy népdal feldolgozás, vagy saját, ezt nem tudjuk, mert jelen pillanatban itt a utolsó üzenet alatt megy a izé. A technikai adatok, meg fölötte meg a Hanaha, 59 éves. Azt szerintem Mária akar lenni, de nem vagyok ebben. Hát igen, az elég gyakori név arra is szerintem. Bár lehet megcáltam. A harmadik betű az alszó, nem tudom. És itt van Lagzi Olekosz, aki obuázik. Ja, nagy énekművész, igen. Jaj, te jól énekel az a Olekosz. És akkor most jön az egy órás Santa Maria loop. De azt is meg akartuk egyszer nézni. Hát, lesz még rá lehetőségünk. Ez persze. Szerintem igen. Akkor totál hülyének fognak nézni minket. Szorok bele. Nem komoly kodásba csináljuk. Hát, te azért hallom, hogy van rajta autotune. Van rajta egy kicsi. De annyira sok szerintem nincs. Tehát nem olyan, mint egy... Igen, mert ugye egy bőszekundot hajlít, tehát ez is eléggé furcsa nekem. Nem csak neked szerintem. Nem olyan, mint egy halom ilyen popszám, ahol erősen hallani lehet azt, hogy autotunozó van az egész, mert annak van egy ilyen jó kivehető torzító hangja a hangsávon. Ezt észre lehet venni. Meg azt is meg lehet is figyelni, hogy tényleg olyan magas hangokat énekel ki, tényleg ami Európára nem jellemző. Tehát ez közel-kelet, távol-kelet, ott ez megszokott. Tehát aki hallgatott már ilyen kínai éneket, akár, ott ez a megszokott. Úgyhogy tényleg ez. Közben egy új zeneszám kezdődik, mégpedig nem tudom elolvasni, bocsánat. Hát ők is aztán nagyon táncukálnak. Igen, de ez már hagyományosabb hangzás volt Tiankov TV-nek, ilyenek szoktak menni. Igen. Nagyjából. Ezt a számot megnézzük, és aztán mára ennyi, mármint ennek a videónak. Jó. De rendben, közben jön a postás. Yeah.
ember, kicsit jobban táncikáljatok már. Ez azért... Na, de... Hát, ilyet, ha nagyon mozogni annak, akkor lehet az élesség tartományából kibennének a kamerának. Nem tudom, ezt milyen kamerából vették fel. Már jól látom, hogy ott a szint is az ugyanaz, mint az éneke. Ha kinézed, igen, és... Most ez tényleg ugyanaz az ember? Nem tudom, de hogy egyik sincsen behangosítva, az is biztos. Tehát ez... Hallok rá hangot. Mert tényleg ugye az énekes, mondta a férfi énekes, és a szint is, mint hogy ugyanaz a személy lenne. És ugye egyszerre nem szokott menni a kettő. Legalábbis én eddig úgy jöttem észre. Furcsa. Hát csak a lakodalmakon szokott egyszerre menni, de hát ott meg úgy van, hogy némelyik a dallamot lekíséri magának, meg... Ja. Szokott, csak egy szint is van. Azt szerintem ugyanaz a pali. Igen. Ne, hát ez de gyenge. Jézusom. Na erre ki lehet ezt jelenteni, hogy ez tényleg egy minimális költségvetésű szám. Főleg a klip maga. Most figyelj, most van egy udvar, aztán megy egy lassú svenk, ugye horizontálisan, illetve egy szintén lassú svenk megy fölfelé vertikálisan, illetve vagy másik vágókép, tehát vannak ugye ezek a közelik, meg aztán ugye a vágóképen a zenekaron szintén egy ilyen horizontális lassú svenk balra-jobbra, tehát ez még így technikailag sem olyan nagy duranás szerintem. De mindig jó, mint a Budapest TV színvonala. Annál igen, tehát hogy az visszasírom azokat az időket, amikor ott volt a... adászárásba belemegy a gong. Igen. Volt, amikor napokig a Windows Millenniumnak az asztala ment kiadásba. Meg hogy a haverom mondta, hogy az ment adásba, hogy a fájlokat máshol, tehát. Ez nem igaz. Szám, hogy... 2000 mikor volt? Várja, 6-ból talán igen. Á, jó kis szakszi szóló. Az jó tényleg. Nagyon technikások ezek az emberek. Eléggé gyorsan váltogatja a hangokat. Hát igen. És még csak azt sem lehet mondani, hogy szarul játszik. Szarul játszik. Nem, ezek baromira ügyes zenészek mindegyik, az látszik. Erről. Mindjárt vége a számnak, akkor a videónak szám is. Beszélgetnek a gypsik. Jaj, de jó. Mindegy. És vége a számot mindjárt tényleg. Ez egy epik lezárás volt akkor. Viszont akkor úgy gondolom, hogy így 23 perce megy a videó, hogy már akkor ennyi, miközben láthatjuk a eléggé érdekes színben leledző pólósok csapatát. Mondjuk ki, Hányinger színű rózsaszínben, igen. Ja, Hányinger rózsaszín, tehát ilyen Ferinek való pólóban. Vagy akkor ennyi lenne már a Tiankov TV-ből, remélhetőleg lesz még később esetleg ilyen érdekes csatorna, és köszönöm szépen nekik a figyelmet, Turos Táska, Sajtos Kifé és Sors Perec, sziasztok! Sziasztok, Rossz Fényúzfejt voltam!